Látványtervek a felújítás előtt álló Vörösmarty utcai épületről. A munka kezdése egyre közeledik, a tervek szerint januárban el is indulhat. Az ehhez szükséges előkészítés folyamatos, legutóbb a Megyei Guváros Gazdasági Bizottsága hozott a beruházással kapcsolatos döntést. Elkészültek a tervek, amik egyébként nagyon látványosak és nagyon szép lesz ez az épület, és ezeket a terveket hagytuk jóvá, úgyhogy reméljük, hogy rövidesen a kivitelezés meg fog tudni kezdődni, és a korábban talán 4000 főre becsültük, hogy annyi lesz ennek az orvosi rendelőnek a létszáma, mennyi ember igénybe fogja venni, rendelkezésre fog reméljük mi hamarabb állni. Az épületben eddig a humánszolgáltató és a felnőtt házi orvosi ügyelet működött. A beruházás lezárultával előbbi intézmény munkatársai visszaköltöznek majd, valamint itt kap helyet két körzeti orvosi praxis is. Szeptember előtt néhány nappal lépett hatályba az új helyi járatos menetrend Szekszárdon. A módosításra az évek alatt lecsökkent utasszám és a folyamatosan dráguló költségek miatt volt szükség. A legmarkánsabb változás, hogy a helyiek bizonyos távolsági járatokra is felszállhatnak a városi bérlettel. Most az eddigi tapasztalatokról is tárgyaltak a gazdasági bizottság tagjai. Hogy az összkép az mindenképpen pozitívba hajlik. Nyilván majd el kell dönteni azt is, hogy ez a menetrend ez milyen távon, hosszú távon tartható-e. Nyilván ez megint egy költségvetési kérdés lesz. A Volánbusz nagyon rugalmasan kezelte egyébként a bejövő igényeket, és voltak olyan igények, amelyeket a Volánbusz el tudott fogadtatni, és aztán be is vezette már, tehát van egy nagyon jó együttműködés pillanatnyilag. A tervek szerint tehát a mostani menetrend még nem végleges, a módosításokról folyamatosan beszámolunk majd.